Lipták Péter vagyok, önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Képviselőtestületi ülést tartottak Bonyhádon. Választási tudnivalók a szavazás előtt. Az időjárás sem ronthatja el a városnapi ünnepséget. Könyv jelent meg a roma kultúra értékeiről. A vibrafon varázslatos világa. Képviselőtestületi ülést tartottak Bonyhádon. Ennek részleteiről Filóné Ferenc Ibolya polgármester számol be az elkövetkezendő percekben. Számos napirendről tárgyaltak és döntöttek Bonyhádon a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Többek között a város kulturális intézményei és ezzel együtt a Bonyhádi Sportcentrum adott számot a testületnek az elmúlt évben végzett munkájáról. Ezeket a városvezetés egyhangulag elfogadta. Továbbá napirendi pontok között szerepelt a Majosi Művelődési Ház felújításának beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatala. Hiszen már a költségvetés elfogadásakor februárban döntött a tisztelt képviselőtestület arról, hogy felújítjuk a Majosi Kultúrházat, erre 80 millió forintos forrást különített el, de hogy tovább tudjunk lépni a felújításban, a beszerzése a tervezésnek is meg kellett, hogy történjen. Bízom benne, hogy az idei évben ez a nagyon sokak által várt felújítás meg fog történni, és befejeződik mindenki örömére. A polgármester azt mondja, a következő években alapvetően meghatározza a település jövőjét a fenntartható városfejlesztési stratégia elfogadása. Próbáltuk azokat az irányvonalakat közösen meghatározni, hogy melyek legyenek azok a fejlesztések, azok az irányok, amelyeket a stratégiában szeretnénk megfogalmazni. Ez a dokumentum el is készült, itt van előtte, láthatjátok egy jó vastag anyag, bár nyilván itt ilyenkor minden egyes stratégia, ez is csak egy terv, és ennek a bevezető része az általános jelenlegi állapotot hivatott bemutatni. Ennek a dokumentumnak nagyon fontos része az a TOP plusz pályázatoknak az alapjait képező városfejlesztési programterv, amely gyakorlatilag konkrétan azokat a projekteket határozza meg, hogy a stratégián belül, annak szerves részeként pontosan milyen TOP plusz forrásokat célzunk meg, és milyen irányba szeretnénk tovább fejlődni. Ez a dokumentáció tartalmazza az ütemezését is a TOP plusz forrásoknak a megszerzésének, a pályázatok benyújtásának az ütemezését. 18 projekt ötlet fogalmazódott meg, összesen 5,2 milliárd forint értékben. Ez az az összeg, amit a megyében a járásszékely településeknek lakosságarányosan a Tolna megyei ITP Bonyhádnak, mint járásszékelynek allokált. Úgyhogy mi ezen dolgozunk, gőzerővel a háttérben, de mint ahogy említettem már, ez a stratégia elfogadása az elmúlt évben megkezdődött. Ez a folyamat, ez folytatódott a workshopokon túl, a lakosság véleményének a megkérdezésével, ez az időszak is lezárult, és a végére a képviselőtestületi döntés tett pontot, de nem kell úgy gondolni erre a stratégiára, mint egy kőbe vésett dokumentumra, hiszen ez is akár évente kétszer is módosítható, amennyiben szükség lesz, vagy bármi olyan dolog felmerül, amivel szeretnénk módosítani. Filóné Ferenc Ibolya továbbá beszámolt a civil és sportegyesületek támogatási keretének felosztásáról. A civil szervezetek támogatása tekintetében régi hagyományt követve a bizottsági elnökök és az alpolgármestereknek egy külön adhok bizottsági ülése tesz javaslatot a testületnek erre a felosztásra, a sport célú keret felosztására pedig a Humán Bizottság javasol, és a képviselőtestület dönt. 14 sportegyesület nyújtott be támogatási kérelmet az önkormányzat felé. Így a városvezetés döntése értelmében a 30 millió forintos keretösszeg 29 millió 250 ezer forinttal felosztásra került. Valamennyi sportegyesület a döntésről tájékoztatást kap, és természetesen szerződéseket kötünk ezekkel a sportegyesületekkel, hiszen az elszámolásra, a felhasználásra vonatkozóan nagyon szigorú szabályok vannak, amit egyébként évről évre be is tartanak ezek az egyesületek. A maradék 250 ezer forint egy tartalékkeretet képez, és már a nagy költségvetésben is terveztünk egy 10 milliós tartalékot a sport szervezetek számára, azzal a cél, hogyha bárki az év során magasabb osztályba kerül majd, akkor lehetőség legyen a későbbiekben is az év során támogatni ezeket az egyesületeket. A civil szervezetek tekintetében beszéltünk arról a 6 millió forintos keretről, amit elkülönítettünk, és amelynek a felosztása megtörtént a képviselőtestületi ülésen. Erre 24 pályázat érkezett,
És még meg kell említeni mindenképpen a művelési központon belül működő klubokat, kulturális csoportokat, akik nem bejegyzett civil egyesületek, de rengeteg bonyhádi lakosnak a mindennapos tevékenységét, a képkapcsolódását ezekben a klubokban, ezekre a foglalkozásokon segíthetjük ezeknek a támogatásokkal. A kiemelt civil szervezetek, például az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3,5 millió forintos támogatásban részesül az idén. Gondolok a Polgárőr Egyesületre, akik szintén a rendőrség munkáját segítve gyakorlatilag a város lakosságának a biztonságát és a megélhetését segíti a tevékenységével. Ők az idei esztendőben 2,5 millió forint támogatásban részesültek, és ki kell emelnem azt a Együtt Egyemásért Nappali Intézményt, akik az Összefogás Közhasznú Alapítványnak a működésében tevékenykednek a Dózsa-György utcában, akik fiatalkorú fogyatékkal élő fiataloknak a nappali ellátását végzik. Őket 2,5 millió forinttal támogatta az idei esztendőben is az önkormányzat. Ha mindent összeadunk, akkor a civil egyesületek számára 15,5 millió forintot költhetünk az idei költségvetésből, és a sport egyesületekkel együtt pedig 55,5 millió forintot. Április 3-án országgyűlési választásra és népszavazásra kerül sor Magyarországon. A lebonyolításért a helyi önkormányzatok a felelősek. Bonyhádon hetek óta készülnek arra, hogy a megfelelő színvonalon bonyolítsák le a szavazást. Ebben a raktárhelyiségben szigorú biztonsági körülmények között őrzik az országgyűlési választáshoz szükséges dokumentumokat a bonyhádi polgármesteri hivatalban. Minden pontosan ki van számolva, becsomagolva a dobozokba, hogy a választás napjának reggelén kiszállítsák őket a szavazóhelyiségekbe. Filceger Ágnes jegyző azt mondja, minden szükséges előkészület megtörtént annak érdekében, hogy gördülékenyen lebonyolíthassák a szavazást. Hetek óta készülünk a választás törvényes lebonyolítására, mind itt Bonyhádon a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, mind pedig a társult településeinken. Bonyhádon 17 szavazókör, vidéki településeinken pedig 10 szavazókör fog működni. Itt várjuk a választás napján a választópolgárokat. A közös hivatalhoz tartozó vidéki településeinken nem változtak a helyszínek a szavazást tekintve. Bonyhádon 2 szavazókör esetében változás van. Ezt nem lehet elégszer elmondani. Az egyes szavazókör a Percelmúr szakközépiskola épületéből ide költözött az ügyfélszolgálatok helyiségébe, a kettes szavazókör pedig szintén a Percelmúr közgazdasági szakközépiskolából költözött el a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba. Tehát az üres épületben nem tudnak már szavazni, hanem ezen a két helyszínen. Nem csak a hivatalnak kell felkészülnie a választásra, hanem a polgároknak is. Fontos, hogy megfelelő dokumentumokkal lépjenek a szavazóhelyiségbe. Igen, aki szavazni megy, vigye magával valamely arcképes igazolványát, útlevél, személyigazolvány, vezetői engedély lehet ilyen, és a lakcímkártyáját, vagy más olyan hatósági bizonyítványt, amelyen a lakcímét, illetve a személyazonosító számát igazolni tudja. Az idei választáson több szavazólapot is ki kell majd tölteni. Aki szavazni megy, a kezébe fog kapni 3 szavazólapot, egy egyéni listás, egy pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólapot, tovább a népszavazás szavazólapját. Úgy kell kitölteni, hogy a listás, illetve az egyéni szavazólapon csak egy szavazatot lehet leadni, a népszavazási szavazólapon pedig 4 kérdésre, mind a 4-re válaszolni kell. Akkor érvényes egy szavazólap, hogyha a körben 2 egymást metsző vonal található. A metszetnek minden esetben a körbe kell esnie. Találkoztunk már vicces ábrákkal is a szavazólapokon. Itt minden esetben a bizottság, szavazatszámláló bizottság dönti el, hogy érvényesnek tekinti-e a leadott szavazatot. Ez akkor érvényes, ha a 2 egymást metsző vonal a körben benne van.
A választás tisztaságát a szavazatszámláló bizottságokban delegáltak jogosultak ellenőrizni. Bonyhád minden szavazókörében mindkét politikai tömörülés delegált ellenőrzésre felhatalmazott tagokat. A szavazóhelységek április 3-án reggel 6 és este 7 óra között várják a voksolni vágyókat. Várossá nyilvánításának 45. évfordulóját ünnepli Bonyhád város. Az eseményre gazdag programkínálattal készül a Vörös Marti Művelődési Ház. Az időjárás előrejelzés szerint nem lesz olyan az időjárás, melyben jelentős számú szabadtéri programra kerülhetne sor, hogy a Művelődési Ház munkatársai átterveznék az előzetesen meghirdetett programsort. A Vörös Marti Művelődési Ház munkatársi gárdája hónapok óta dolgozik azon, hogy a város 45. születésnapjára szervezett rendezvény az évfordulónak megfelelő minőségű programkínálattal várja majd az érdeklődőket. Juhász József intézményvezető néhány héttel ezelőtt már a konkrétumokról is beszámolt. Igyekszünk minél színesebb kínálatot nyújtani majd az ide látogatóknak. Mind a szabadtéren, mind a művelődési házban is lesznek programok. A szabadtérre viszont tervezünk családi programokat és aktív szórakozást, lesz bűvész, selfie box, kötélugró bemutató, slackline, óriás kifestő, breaktánc bemutató, pólófestés, óriás társasjáték. Természetesen ételekkel, italokkal kínáljuk meg itt a látogatókat lehetőségként, és persze a fellépők sem maradnak el, a program 3 órakor kezdődik, gyerekkoncerttel kezdünk, Kalapjakab lép majd fel nálunk, a Pomázi Tűzoltó zenekart látjuk vendégül, Ferenc Orsolya ad majd műsort, és a nap a Republik zenekar koncertjével zárul. Csak úgy időködben az is kiderült, hogy az ég majd beborul, és az előrejelzés szerint ezen a napon nem süt majd ki Bonyhád felett. Így aztán kénytelen-kelletlen át kellett tervezni az ünnepi programot. Ma volt egy kicsi vészforgatókönyv átbeszélés, mivel hogy napok óta nézzük az időjárás előrejelzést, és sajnos nem ígérkezik a szombati nap se eső nélkülinek, így megpróbáltunk a lehető legtöbb programmal úgy gondolkodni, hogy megvalósítsuk. És a délután 3 órakor, bocsánat, akkor kicsit úgy mondom, hogy 3:43-kor kezdődő programok, egy negyed órával előrébb hoztuk a rajzpályázat eredményhirdetését és a köszöntőt. A színház teremben lesznek, és az ezt követő színpadi műsorok is ott valósulnak meg, és mind az előterünk, mind a tánctermünk, és egy-két klubszobáink, a kiállítóterem, ezeket a programokat fogadja majd be. Közben azért reménykedünk, hogy hát, ha nem lesz olyan nagy az eső, és természetesen a vendéglátósok kint a kaszinókertben, a faházakban várják majd a vendégeket. Lesz könyvárosítás is a múzeum részéről, ugye akkor jelenik meg a Kolta László féle könyv, aminek 4-kor kezdődik szintén bent a Művelődési Házban a bemutatója, de egyéb kiadványokat is hoznak majd a múzeumos kollégák a programra. Ezt lehet, hogy a faházban, vagy ha olyan nagy az eső, mégis akkor az információ mellett fogják árusítani. Szóval így készülünk a rendezvényre, és biztatunk mindenkit, hogy azért induljon el, még hogyha rossz idő van, mert a kicsiknek kedveskedünk elsősorban az elején, hozzák el a gyerekeket, és egészen este 6-ig körülbelül ott változatos programokat találnak. Lesz születésnapi torta természetesen, amit majd a Vörös Marti Művelődési Házban szolgálnak fel az érdeklődőknek. És este 7 órától a húdok közé csap a Republik is, aminek egészen biztosan a rendezvénytér színpada marad majd a helyszíne, ha esik, ha fúj. A roma kultúra értékeit gyűjtötte könyvbe Borzák Tibor. A könyv hiánypótló abban a tekintetben, hogy olyan szokásokat mutat meg, melyeket mindig is védtek a külvilág szeme elől az érintettek. A szerző azt mondja, azért fontos, hogy ilyen művek szülessenek, mert elősegítheti a cigányság kultúrájának értékeinek megismerését. De zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is, te megátkoztál, meg is vették, öröm csavargóvá tették, Isten könyörül megtékünk, ne szenvedjen tovább tékünk, gondok késen búsulva vált, kérjük oda, hogy egy a világ. Cigány lélek.
Ezzel a címmel jelent meg Borzák Tibor könyve, mely betekintést enged a romák zárt világába. Megismerszik belőle többek között a lóvásárok különleges hangulata, a romák temetési szokásai és azok a különleges kapcsolatok, melyeket a nem teremtett világ szereplőivel ápolnak. Olyan nevezzük titkokra villant rá könyv, melyet nem a közülük való ember soha nem tudhat meg. Azt próbáltam tetten érni, hogy ebben a pillanatban milyen is a magyarországi cigányság kulturális élete, azok a hagyományok, amiket a mai napig őriznek. Ez elsősorban az volt a célom, hogy ezeknek a hagyományoknak a nyomába eredjünk, és megmutassuk azokat a számunkra különleges szokásokat, amelyek bizony kihalófélben vannak véleményem szerint, mert lehet, hogy 5-10 év múlva már nem lehet ezt a helyzetet megmutatni. Ebben nagy szerepe van a szociófotóknak, amik a könyvet illusztrálják, hiszen a szöveg és a kép együtt rögzíti a pillanatnyi állapotot. Nagyon sokrétű és szerteágazó ez a terület. Tulajdonképpen gazdag volt a témavilág, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnénk megmutatni. Tehát így például a kézenfekvő lakodalom, temetés, virasztás, lóvásár szokások mellett azért próbáltunk mást is megkeresni. Például nagyon érdekes volt számomra végigkövetni egy gyásztörést, amit a könyv egyik főszereplője, a Sztojka Kalapos Zoli végzett. Az is egy nagyon-nagyon különleges és egy intim világ. És ha már ezt a szót említettem, az egész történet egy kívülálló számára, vagy egy magyar újságíró számára azért is különös, vagy különleges és nehéz, mert belekerülni egy olyan világba, ami a cigányságé, egy zárt világ, ahova nem nagyon engednek be betolakodókat, úgymond, főleg, hogyha meglátják, hogy fotósok vannak, meg újságírók, és ezt nagyon nehéz volt elérni azokat a pillanatokat, amelyek megteremtették azt, hogy hitelesen lehet megmutatni ezeket a hagyományokat. A könyv kétségtelenül fontos eleme a már említett szociófotók sokasága, melyeket Bucket Isanger a napokban Kossuth díjat átvett szírszármazású fotóművész készített. Nekem az általában úgy érzem, hogy bejött. Én általában az emberi portré, akár íróportré, akár gyermekportré mindig a belső érzelmekre, a belső mondani valókat próbálom lencsebégre, vagy nem tudom, hogy elkapni. És az a legnehezebb a fotográfiában, mert a sportban vagy a tájképben lehet várni naplementéket, meg egyéb. Itt viszont az emberi magatartás igazi, nem színészkedés, hanem az igazi mi voltában kellene nekem az előre megérezni, és ledokumentálni, és lefényképezni. A téma, én tudom, hogy tabu téma és zárt világ, de hála jó Istennek, egy kézzel mindig szoktam mondani, nem lehet tapsolni. Ha nincs bizalom felém, akkor én nem tudtam volna, tehát pár helyre mentem, úgy láttam, hogy igazából nem szívesen fényképezhettem, akkor nem fényképeztem. De ha befogadtak, én nekem megtanultam a magyar tanyavilágban elmúlt 50-60 évben, amik itt van országon, 40 évvel ezelőtt végigjártam a tanyavilágot, és ha egy bácsi, egy parasztember beengedett, akkor nincs probléma, terül az asztal. Ugyanez a mostani téma, amit fényképeztem, azt tudom, hogy vannak olyan tabu témák, amit nem szívesen adnak ki a kezükből. De amikor látták, hogy tisztességesen nem akarok soha visszaélni egyetlen egy képen, én értük dolgozok, értük csinálom, nem magamnak elsősorban. Én az a kultúrát szerettem volna más országba is mutatni és elvinni, és remélem, hogy sikerült is. A cigányság asszimilációjáról nagyon sok véleményi tanulmány dolgozat készült, és valószínűleg íródik még a jövőben is. Ma az látszik, ez a folyamat azért is nehéz, mert sokkal jobban ragaszkodnak saját hagyományaikhoz annál, mint hogy ezek megváltoztathatóak lehessenek.
Ebben van igazság, mert valójában tényleg az volt nehéz megmutatni, hogy hogyan lehetne valahogy közelebb kerülni egymáshoz. Tehát ezeket a távolságokat, vagy esetleg feszültségeket valamilyen szinten oldani. És a könyvnek lényegében ez is a célja, hogy megmutatni azt a sokszínűséget, amivel ők rendelkeznek, tehát a cigányság hagyományait, szokásait, és talán ezzel egy kicsit közelíthetnek ezek a felek, hogyha úgy vesszük. Nagyon nehéz feladat, igazából nem is tudom, hogy volt-e valamikor ilyen próbálkozás. Azt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem egy tudományos munka, hanem egy újságírói, riporteri könyv, amiből végül is egy album kerekedett, hiszen olyan szociófotók készültek hozzá, amik tényleg megerősítik a szöveget. És hát ha csak egy picit is sikerül az, hogy közelebb kerül valaki, ahogy Székely János püspök úr írta az előszóban, ha csak egy picit is sikerül kinyitni az ajtót és belépni a küszöbön, akkor már valamit elértünk. A vibrafon varázslatos világába kalauzolt el a hallgatókat a Precession Project Page zenekar, akik Bonyhádon a Perccel Kúriában tartottak koncertet. Az érdeklődőknek csodálatos zeneélményben lehetett részük, hiszen olyan hangszer különlegességeket is megszólaltattak, mint például a vibrafon és az óceán dob. Dalaik a klasszikus zenétől a latin muzsikáig mindenféle műfajt felölelnek. A koncert a Télzene programsorozat keretein belül valósult meg. Ilyen csodálatos egyveleget alkot a vibrafon csengése és az óceán dob hullámokra emlékeztető hangja. Többek között ezeket a különleges hangszereket is láthatták és hallhatták azok, akik részt vettek Bonyhádon a Perccel Kúriában megtartott térzene programon. A Percussion Project Pécs egy ütőhangszeres formáció, akik fő célkitűzése az ütőhangszeres muzsika széles körben történő prezentálása és megismertetése. Pécsre jöttünk. A nevünk az picit kacifántosnak tűnik, a Percussion az ütőhangszereket jelöl. A projekt azt azért vettük be direkt a nevünkbe, mert projekteket játszunk, illetve vállalunk. Most a duó formációnkkal jöttünk, de volt már olyan projektünk, hogy 11-en voltunk egyszer egy színpadon, mind ütőhangszeresek. A mai koncertünknek a címe a Vibrafon varázslatos világa. Ez direkt arra hagyasz, hogy www. A PPP pedig ugye a nevünk a Percussion Project Pécs. Szeretnék köszönetet mondani először is a térzenéseknek, másrészt pedig Bonyhádnak és a szervezőnek, Lukács Józsinak, hogy meghívott minket. Remélem, hogy a trió formációnkat is itt előadhatjuk. Remélem azt már szabadtéren és napsütésben. Ott hárman vagyunk, és ilyen nagyon happy Brazil. Az ilyen igazi ütős koncert. Ez inkább a pohárborral vagy a kávésüti mellett fogyasztható zenei alkotásunk, vagy ilyen egyvelegünk. A zenekar a Térzene programsorozat keretein belül kapott meghívást Bonyhádra, ahol közönség előtt mutathatták be a hangszer különlegességekkel megspékelt előadásukat. Elmondásuk szerint közönségbarát örömzenét játszanak, amely 0-tól 99 éves korig mindenkinek ajánlott. Koncertjeiken ritkán hallható zenei eszközök is megszólalnak, dalaik a ragtime-on át a latin muzsikáig mindenféle műfajt felölelnek. Nagyon színes a palettánk, minden egyes opusz gyakorlatilag a mi szájízünk szerint került áthangszerelésre, mert hogy nem az eredetit játsszuk. Johann Sebastian Bach még nem ismerte se a vibrafont, se a basszusgitárt, és a saját szájízünk szerint egy triót alkottunk, de Stingtől kezdve Michel Camillon át, és nyilván nem erre a duóra íródtak ezek a darabok, úgyhogy ezeket gyakorlatilag áttettük a saját hangszereinkre, illetve a saját szájízünk szerint játszunk. Fontos dolog, hogy ez is ugyanúgy a trió formációnk, ez egy performance igazából, tehát nem láthattuk kottálványt, és nem Beethoven-től játszunk eredeti hangszereken, eredeti darabokat, hanem gyakorlatilag ismételni tudom magamat, a saját szájézünk szerint alkottuk meg az átiratainkat. Minden egyes ilyen átiratnak megvan a külön története. A legfrissebb darabunk, ha jól emlékszem, az Stingnek az egyik
opusza, amit nyilván nem így adnak elő, ezt én a feleségemnek hangszereltem át, a Vibrafon nevű hangszerre, hogy legyen egy kis én ideje gyakorolni, és mivel a vibrafonnak véges a hangterjedelme, és inkább magasan csillingelve szól, ezért ezzel a basszusgitárral szerintem egész jól ki tudjuk magunkat úgy egészíteni, hogy gyakorlatilag a basszus is szóljon, meg a dallam is így külön elválasztható legyen, és onnantól kezdve pedig egyben is remekül szól szerintem. A koncerten nem csak zenét hallgathattak a résztvevők, hanem az előadók jóvoltából megismerhették a hangszereket, illetve egy-egy darab születésének a történetét is megtudhatták. A vibrafon igazi különlegességnek számított a műsor alatt. Egy idiofon ütőhangszer, nem membranofon, amin van bőr, tehát ami köztudatban egy dob, van egy test, ráteszünk egy bőrt, régebben állatbőrt, most már inkább plasztikot, azok a membranofon hangszerek, az idiofon hangszerek pedig azok, amelyikeken nincs bőr, vagy nem dob. Tehát önmagukba szól. Például ez is egy idiofon hangszer. A vibrafont azt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy zongora, csak ütjük, és hasonló a xilofonhoz, csak nem fából készülnek a hanglapjai, hanem fémből, és ezen is van egy pedál, amivel meg tudjuk hosszítani a hangját. Ezt kezeli Eszter. Én pedig 97,6%-ban basszusgitározni fogok, de ahhoz képest elég nagy ilyen kütyű áradatot láthattok itt. Van itt egy hangdram, van egy óceánnak a hangját, vagy egy óceándob, ami az óceán hangját hivatott ugye imitálni. Van egy elektromos dobunk, amiben több ezer elektromos hangszín van, amit előre be tudunk programozni. És hát egyéb ilyen kis zöre és zajkeltő hangszerek. Vagy például ez a kalimba. Közel 3 éve, hogy a Zenevilágnapján útjára indult hazánkban a Térzene névre hallgató programsorozat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkársága azzal a céllal hozta létre az eseménysorozatot, hogy minél több érdeklődött lehessen bevonni a sokszínű zenei kultúra vérkeringésébe, aktív muzsikusként vagy zenekedvelő közösségként egyaránt. Országjáró turnék alkalmával számos zenekar, előadó mutathatja be alkotásait, performanszait, a nagyvárosoktól kezdve egészen a kisebb településekig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!